Szép jó hajnalt mindenkinek! Torin vagyok. Ez pedig a Dotage folytatása. Nem is tudom, 4 vagy 5 karakter halt meg? 5. Kell egy új figura. De hogy nincsen. Pedig van, nem azt mondom, hogy sok, de van. Jó, valaki más menjen oda, azzal nincs baj. Ezek meg lesznek, talán a leghasznosabb. Nem az egyik elit halt meg. Az nem tudom, mikor készül el. Egy napot ír rá. Akkor valahol szaporodjunk. Ja, hogy egy ilyen, egy olyan van, úgyhogy technikailag nem tudnak szaporodni, értem. Hogy lesz ez nekem jó? No, az pedig... Igazából elküldjük ide, most azzal nincsen baj. Aztán nézzük ezt a kutatást. Bár ott már tényleg nem nagyon van. Plusz 2 víz mellett, ez meg csak viszonylag sok télen. Azt hozzuk be, az még hasznos lehet. Bár ilyen értelemben a valamikorra készül csak. De hát egy kör, úgyhogy igazából nem érdekes. Azt hiszem. Oh, és egyúttal jön a Omen. Ez meg csak úgy random meghalt. Igen. Na, tehát a random vesztettük még egy karaktert. Hát ez zseniális. Oké. Ez így kezd nem annyira vicces lenni. Őszinte legyek. Hány ember fér be a fal temetőbe? Mert lassan ez kérdés. Kettő, négy. De akkor így is úgy is kell még egy. Mondjuk ide. Jó. Aztán nem tudom, hogy utána mi a megoldás. Úgy igazából. Aztán ez a megoldás. Elkezdünk gyártani utódokat. Mert akkor összesen most már 6 mínuszban vagyunk, vagy 7, vagy nem is tudom hány. De kezd egészen sok lenni a mínuszszám. Legyen meg ez, és akkor megvan mindegyik. Ezt meg fejlesztük fel. Ha olyan lenne, ami fejleszthető. Abból majd lesz, ugye, hogy hívják a sörfőző. Aztán meglátjuk.
nőnek fel a gyerekek, az legalább valami. Esemény, remélem ezúttal végre egy pozitív, annak tűnik. Úgyhogy talán előrébb jutunk. Vagy nem. Jó, most már ellenségek, de legalább mondjuk nem halt meg, vagy valami. Tehát lehetett volna rosszabb. Te menj oda, ő meg majd ott csinál nekünk rengeteg morált. Azzal gyakorlatilag a morál megvan. Ó, hogy a halott az betegséget is, meg morálrontást is hoz. Tök jó. Nem. De hát így jártunk. Jó. Aztán továbbra is kellene gyerekek. Oké, kaja. Nem azt mondom, hogy jó, mert nem jó, de alakul valamennyire. Oké, megvan az első temető emberünk. Hogy meglegyen, és akkor elkezdhetjük eltemetni végre a hulláinkat. És jön egy esemény, azt hiszem ez fix pozitív, úgyhogy legalább annyi. Nem egy nagy tétel, de annyival beljebb vagyunk. Hát talán valami hasznosat kapunk. Hát két kis esemény, ami már nem jó hír, hogy őszinte legyek. Ideiglenesen egyel kisebb a katasztrófa. Hát... szó-szó. Mondjuk nincs hátránya. Szokásos sírnak, hogy legyen. Jó kérdés, hogy akarunk-e velük jó viszonyt a szörnyikéinkkel. De szerintem nem. Az viccesebb, ha figyelmen kívül hagyjuk őket. Jó, itt egy betonozás. Mert az kell úgy is. Kezd el a hullák elásását, mert nem ártana végre. Az úgy nem ártana végre. Jó. És még mindig van egy pozitív emberkénk. Ezek megvannak. A kenyér. Nincs, mert azt még gyártjuk. De mondjuk sajtból abszolút pozitívba vagyunk. Oké. Egy kis természet. Ó, az sehogy nem áll jól. Van-e másik természet? Pedig itt úgy látom, hogy van egy. Akkor ide miért nem tudunk jönni? Nekem nem teljesen tiszta most. Hogy ezt miért nem tudom ide behúzni. Ja, hogy ő kicsi, ő még gyerek. Vagy most nem teljesen tiszta. Ja, ugye nem tud menni, mert nincs sör, de egyébként akkor nincs szabad ember. Ja. Nem jó.
egyrészt a bányát akkor bezárjuk, annyit megspórolunk. Hogy ez még egyszer annyit hoz. Oké, akkor azt hiszem ez lesz a megoldás. Egyenlőre. Oké, milyen hasznos tevékenységet tud végezni? Semmit. Mert ugye ő ilyen általános emberke. Akkor csináljunk mondjuk itt. Aztán ezzel járok jól. De ezt a két eseményt nem kívánom bebukni. Ez egy kicsit rossz ötlet lenne. Ha egyszer csak annyit kell tennem, hogy egy pár napig nem használjuk a bányát. Amit úgy el tudok viselni egy pár napig, úgy érzem. Nyilván nem jó, de nem katasztrófa. Még egy meleg esemény, vagy hideg, vagy amelyik időjárás alapú. Kaptunk egy csomó cuccot. Hát, te ne tudja. Kaptunk egy csomó hempet. Ha mondjuk, ha be tudjuk takarítani, akkor azzal nincs baj. Oké. Oda nincs már, annyira nem is kell, hogy őszinte legyek. Jó. Te itt ültes hullákat, egy másik meg menjen ide ezt betonozni. Ez még egy napig tanul, akkor az meg vár egyenlőre jobb híján, mert több nincs. Oké, természet majd kezeli magát, bár azért nem állt. Aztán nyáron már nem nagyon jön, majd meglátjuk. Megnézzük, hogy kell-e a nyárra még esemény. Mert ha nem, akkor nem kell erőlködni. Jó, ez pozitív, ennek örülök. De még így. Ó, hogy még maga a Doom esemény is egy hőmérséklet alapú cucc lesz. Sürgősen képezzünk itt új emberkéket, mert egyébként nagyon-nagyon nagy bajok lesznek. Ilyen semleges figura vagy. Nem. Oké. Okay. Most nem teljesen tiszta nekem. Vagy hogy állunk itt ezekkel a handymanekkel. Jó, ez gyárt két sört, ez gyárt 50 morált. És akkor a morál az megvan oldva a végtelenségig. Aztán... Most azt hiszem itt termelhetünk, mert itt lett egy rengeteg pozitívunk a természetből. Aztán... kell még egy kis szaporodás. Nagyjából most visszahoztuk a létszámot. Azt hiszem, azt mondhatjuk.
Igen. Nagyjából jók vagyunk. Hát még majd itt a két temetőt azt dolgozni kell. Bár igazából csak arra fogjuk használni, hogy a hulláktól megszabaduljunk. Apránként. Némi morált hoz, de mondjuk annyira nem izgalmas azért. Nem örülök neki. Oké. Minusz 16 víz. Összesen minusz 8, és majd ez egy kör múlva termel, akkor utána pozíció, hogy nullán áll a vízszint. És azért itt most rengeteg vizet tudunk termelni. Ja. Oké. Hát a hullákat még mindig dolgozzuk a pránként. Azzal nincs mit cifrázni. Oké. Miből van egy druidánk? Az egyébként... Ja, az egy kutató. Akkor rakjuk vissza. De mondjuk mi lenne, ha a két jobb kutatónkat használnánk? Tudom, ez egy ilyen érdekes ötlet lenne, hogy nem a rossz elemeket használjuk. A virágot sem hiszem, hogy most használni fogjuk. Ezzel vizet lehetne nyerni növényből. Nye. Nem olyan rossz az egyébként, csak nem is jó. Viszont fogyasztunk. Az nem jó, mert 17-et termelünk. Hát tisztán mínuszosak vagyunk. Ami azért annyira nem szimpi. Figyelembe véve, hogy lehetnénk jobb helyzetben. Oké, akkor valakit azért kell, akit leakasztani valahonnan. Van-e még szabad emberke? Egy nap múlva lesz. Hát annak nem örülök, hogy az utolsó friss emberkét termeljük ki. De hát így jártam. Oké, a hőmérséklet meg lesz. Ez a természet esemény megvan. Aztán haladunk a többivel nagyon-nagyon-nagyon apránként. Nem tudom, mennyire lesz könnyű majd ezek. Meg ugye a legvégén majd a katasztrófák, az apokalipszis. De az még úgyis odév van. Ezt a Doom-ot még szeretnénk letolni. Na, mit talált? Egy kis... Ó, hatékonnyá tette azt az épületet. Na, három épület is hatékonnyá vált. Remélem valami hasznosabbat, mert a fával jók voltunk. Az nem annyira kritikus. Nyilván nem árt. Nem mondom azt, hogy ó, nem jó. Ilyen jó lenne, ha más lenne. De mondjuk annyira nem is örülök. Oké, ezt most visszaválthatjuk az egyszerűbb esetre. Oké, és azt hiszem egyelőre jók vagyunk.
ahogy természetet egyáltalán nem termelünk. Hát akkor egy ilyen cserével a fogyasztást azt leveszedjük, a termelést növesztjük. És akkor hirtelen nem olyan rossz a helyzet, amennyire lehet. Jó, a hideg az meg teljesen jól megvan. Ahogy van még egy szabad emberkénk. Az jó kérdés. Egy doki, tehát egy általános feladatra tudunk valakit kiküldeni. Tegyen kaját. Mert egyébként a kajával lesznek a gondjaink. Középtávon. Amikor nem lesz meg a kellő mennyiségű ilyen ültetvény. Meg télen majd lesznek gondjaink. Jó, térre lesz, ahogy hívják. A hagyma. Jó, alakul a dolog. Még hány hulla van? Még három hulla van. Aztán egyet ide tudunk rakni, az tiszta sor, és akkor meg is vagyunk igazából. Több most nem kell. Hát ez elég durva volt, hogy egyébként egy ilyen random esemény, vagy mi, omen eseménybe jött egy olyan, hogy meghalt. Mert az, hogy a negatív eseménynél lemészárolták az embereinket, az így jártam. Azt én buktam be. De azért a random eseményben egy kicsit durva volt. Minusz emberkét kapni. Azt azért annyira nem szimpisztem, hogy úgy mondjam. Azt kimondottam, nem szimpisztem. De hát így jártam. Ó. Oh. Dolgoz. Ezeket most azért tényleg el kéne tüntetni. Főleg az egészségnél a probléma. Ott azért tényleg zavar. Majd valakitől találunk oda valakit. Vagy nem. Oké, hát egyelőre annyi, hogy haladunk. A hideg az teljesen jól megvan, vagy hőmérséklet. Lassan megvan ez a vízcsapacsaró. Bár nem kell, mert vannak egész jó kutyaink. Na, ezt kimaxoltuk, ezt a temetőt. És még oda befér egy, hát technikailag még három, de még egy hullánk van csak. Csak. Okay. Hát azért egy ilyen... Gyere, váltsunk át. Ja, hogy az nincs. Ó. Oh. Értem. Oké. Okay. Ezt így termeljük. Csak azért így két emberkébe kerül, az már nem annyira jó. Ha ezzel szedjük, akkor több kaját kapunk. Nem olyan kritikus, de hasznos azért, ha egy kicsit tároljuk. Nyilván jó lenne sörből fölhalmozni. Például egyébként ilyen egyszerű, hogy nem pazaroljuk el. Most azért az a 31
morál az bőven elég. Mi termel még itt morált? Mert akkor azt le lehet szedni, ami még itt termel nekünk morált. Nincs rá szükség. Azt szerint a végén csináltam mindenféle morálgyártókat. Ja, mondjuk ez a fesztivál, és az két sajtból nyugodtan termelhet, jó? Hát a sajt az nem érdekes, abból úgyis túltermelünk. Bőven túltermelünk sajtból. Nem is tudom, hogy ott mi volt a hosszú távú terv, de legyen így. Na, és akkor halmozzunk fel egy adag sört majd valamikorra, mert most van bőven elég morálunk, és nem kell pazarolni. És akkor azzal egy kicsit előrébb állunk. Azt hiszem. Oké, megvan a másik esemény is. Akkor mehetünk vissza majd a bányászatra. Az meg majd szépen lassan ugye a ültetésekkel feldolgozza magát. Há, kaptunk teheneket. A tehénnek számít. És hogy mire tudom használni a teheneket, leginkább semmire. Őszinte legyek. Ahogy nincsenek magok. Kell egy magültető. Aztán van még két emberkénk. Nem még hulla, nincs, remek. Aztán a két emberkénkből valójában csak egy van. Valójában csak egy van. Hogy nyár elején vagyunk, hát aznak nem örülök, de így jártam. Hogy őszinte legyek, aztán még egy ilyen kaja gyár. Az elején. Most ez teljesen jó lesz. Úgy állunk szerszámokkal egyébként. Oké, te átállhatsz a másik fajta szerszámra. És... meg valahonnan majd jöjjön egy emberke, de hát az majd egy valahonnan csak. Kell az nekem? De nem kell ez valójában. És akkor ha nem is pozitív, de nullára kihozzuk a termelést, ezt hát a virág nem kell, annak nem állok neki. Akkor tégla is kéne, és azt meg nem nagyon akarok. Úgyhogy szerintem ödnek nem fogunk nekiállni. Takaró különösebben nem kell, ezek a kaják különösebben nem kellenek. Halászat különösebben nem. Több tűz esetleg, egy picit. Valamennyi, de mondjuk sokkal nem jobb tűz, hogy őszinte legyek. A
az nem érdekes, a szuperhőmérséklet. Mondjuk itt lehet mind a kettő, csak nem tudom, hogy hol, meg ahhoz kéne a takaró, amit nem nagyon akarok készíteni, hogy egyszerű legyek. Oké, orvoslásból egy jobb példány az mondjuk nem nagyon ártana. Aztán ezt meghúzzuk, ezt az orvoslást. Ó! Na, ez például nem egy rossz cucc, ez a vízi cucc. Ezt még lehet, hogy behúzzuk. Na, nem is tudom, vas. Na, minden négy. Az tetszik. Az a vízi cucc. Azt lehet, hogy meghúzzuk, annak látom értelmét. Hosszú távon. Bár ha jól látom, vízre kell telepíteni, ami az nem olyan egyszerű művelet. Bár itt lehet, hogy ide rakjuk, és ezt a kettőt meg átrakjuk. Csak azért, hogy ugye működjön. Itt háromat lehetne, ha ezt a két erdőt elbontjuk. Ami nem is olyan rossz ötlet. Abba látok rációt. Kis ilyen vicsillót. Meg majd mondjuk ide. Vagy inkább ide. És akkor ezt a sarkot is föl lehet majd valamire használni. Jó. Ez egy elég jó ilyen természetgyártó lesz, annak látom az értelmét tényleg. Az úgy szimpatikus. Mert az összes többit azt hiszem megoldottuk. A meleg, tehát a tűzhelyjel nem vagyunk túl jól, de mondjuk ott lehet további tüzeket lerakni, ha majd erre lesz szükség. Tehát az ilyen módon megoldható. Jó. Majd utána alá kell betonozni, de az úgy is belefér. A Doom esemény megérkezik, de pozitív lesz, ami mindig jó hír. Oké, szeretne fenyegetni minket, de hát az nem nagyon megy. Tudjuk, hogy mi a helyzet. Elértük a következőt. Annak örülök. No. Háromszor annyit esznek, de kétszer olyan gyorsan nőnek föl. Ebből a gyerek valójában nem jó, de az a másik a nem vagyok meggyőződve, hogy a hátrány az nem nagyobb hátrány, mint a előny. Ugye az egyiknél, ha éhínség van, akkor az azonnal halálhoz. A betegek meg ne dolgozzanak. Oké, technikailag nem rossz, de nem is jó. Yeah. Ad fenyegessen. Alakulunk egyébként. Ilyen minden. Bele mindenki gyűlik. Hadd legyen. Mindenki boldog. Ennyire azért nem voltunk jók. De hadd legyen így. Jó, mind a kettőre nincs szükség, az egyiket megtartjuk. Aztán... Hát itt
betonozunk, az a legegyszerűbb. Ezt meg előre lerakjuk, mert ez a cél, ha jól értem. Jó. És van egy ilyen bónuszunk. Na, mit kapunk? Na, lassan a feléig eljutunk, vagy nem. Mérgezés, vagy magasabb tudás. Könyvtár. Meglátjuk, hogy mire jó. Könyvtár az még hasznos lehet valamire. Egyszer. Vagy nem, majd kiderül. Okay, azt nem néztem meg, hogy visszaküldtük-e az emberkét a bányába. Hát úgyis majd ültetni kell, meg mi egyéb. Elkészült a gyógyító. Jó, a hőesemény az majd lassan jön. Oké. Ez így nem vicces. Oké. Szeretném megnézni, hogy mit az tudomány, az különösebben nem izgat. Nem, te ehhez emberkét nem igényelsz. De betonozás mondjuk nem fog ártani. Jó, bekérünk egy emberkét, és akkor megint elfogytunk. Totálisan kevés a munkásunk. A múltkora nem is tudom, 100-valahánynál fejeztük be, az úgy egy kicsit könnyebb volt. Cserébe persze brutális büntetőkörök mindenhol. Úgyhogy nem azt mondom, hogy nem volt következménye annak, hogy
haladtunk, de annyira az nem volt vészes. No. De hogy az 75 pont, hát az nem kevés. Hát nem kevés. Meg igazából ezt, és akkor vissza van vezetve itt a központi épülethez. Elmondhatjuk. Nem azt mondom, hogy ez a legfontosabb lépés, amit itt tettünk, de segít valahol. És úgyis csak egy kör. Hát azért nem egy hosszadalmas munka, meg később majd ide rakhatunk épületeket persze, tehát ugyan most nem hasznos, de összességében nem pazarlás. Hát azért a kőépületünk, kőfejtünk alatt legyen kőcuc, annyival legyünk előrébb. Azért megejthetnénk. Oké, és itt egyiket húzzuk fel. Az még belefér, hogy itt a dokinál egyiket fölhúzzuk. Azzal egy kicsit előrébb állunk. Nagyon hosszú távú tervekre. Oké. Na te mit találsz? Esemény, az még nem zavar. Doki esemény. Egyelőre jónak tűnik. Azért rájöttsük át a nagyobbikra. Aztán ez belefér. Mert mindjárt jön az ősz, és akkor ugye lehet majd újra feltölteni a gyógynövénykészletet. Egy épületet itt lerakunk, leginkább csak azért, hogy ez a csúnyaság ez rendeződjön a határral. Annyira ronda, hogy úgy érzem, ott érdemes egy akciót elköltenem rá. Hát picit többet is, mert hogy betonozunk meg mi egyéb, de hát na. Az már csak legyen így. Jó, majd itt úgyis szerintem lesz további tűz. Hosszú távon. Igazából ez is ilyen, hogy előre készültünk csak. Kell-e a még hatékonyabb orvosi cucc? Mit kaptam itt? Tudom, hogy egy csomó terület az tönkre ment. Azt nem tudom, hogy itt... Aha, itt azt hiszem egy állatot megevett, vagy valami ilyesmi volt. Na mindegy, hát így jártam. Majd alkalomattán lebetonozzuk. Mert most ahogy van, úgy nem hasznos. Hogy őszinte legyek. Jó, ez meg lesz. Vagy nem, majd meglátjuk. Ez egyelőre pozitívnak tűnik. Úgyhogy akkor haladhatunk. Természetesen meg nem lesz gond, mert ugye ültetünk egy csomót rendszeresen. Akkor hirtelen nincs gond. Bár...
Bár azért akadnak gondok, kisebb gondok. Csak nem a legjobb. Ó, ti mit gyűltök? Az mindig jó hír, ha ti gyűltök. Na, mit találtál? Aztán ez se lesz teljesen pozitív. De. Ó, kettő morál. Juhú! Vicces. Mindegy, belefér. Az összességében pozitív volt. Sőt, nem negatív, úgyhogy már azzal nagyon-nagyon hasznos volt, hogy nem negatív. Azzal valójában már nagyon is hasznos volt. Oké. Szerintem itt ezt összekötjük, ha már úgyis el lett bontva. Miért 8? De hogy 4 hemből. Ami nem olyan rossz. Vagy... Mondjuk 2-ből 11 az annyira nem jó. A 4-ből 8 az. 2-ből 15. Az se túl jó arány, de mondjuk oké, jobb arány. És 14 napig tudjuk fenntartani. 23 nap van hátra. Az gyakorlatilag megvan. Jó, egy pár napig nincs meg, de hát na bum. Nem is kell végtelen ideig talán. Oké. Még van egy emberünk, ha és amennyiben. Igazából az nem kell. Úgyhogy... Most nem tudom, mire lenne érdemes elkölteni. Lehetne kaját hozni. Bár majd úgyis egy csomó most elfogy ezekből. Úgyhogy akkor szerintem inkább csak betonozunk. Annyival legyünk beljebb. És akkor ez a súlyabb padló, ez megszűnik. Mert az ronda, és ezt nem szeretjük. Van egyéb, ahol kellene valamit csinálnom. Jön a következő ómen. Egy morál ómen. Hát legyen, azzal mondjuk nincs bajunk. Egyenlőre. Oké, és akkor az... Ja, hogy lassan elfogyunk egyébként kőből. Én lerakhatom, mint igény, de azért... Ja, hogy ez egyáltalán nem volt munkába, az nem jó hír. Főleg, hogy nem túl hatékony. Na, az pek. Annak nem örülök. Hogy állunk kajával egyébként? Szaszó. Lehetne jobb. Lehetne sokkal-sokkal jobb, de megvagyunk. Szerintem egy-egy ilyen bokorra azért rávetődhet a banda. Kell? Különösebben nem. És akkor megeszik. Jó. Annak ugye akkor van értelme, hogy egyéb kaják helyett megspóroljuk.
Jó, ez elkészül, akkor majd ki tudjuk vágni itt a két erdőt. És az alatt majd ugye kifejlesztjük ezt a vízi akármit. És akkor a természetet rendeztük, ha jól számoltam, ha jól láttam. Hogy hogy is működünk. A másik az kicsi vagy nagy? Másik is nagy. Hát így jártam. Mert mindegy. Kivágjuk ezt a két erdőt. Aztán... ezt meg 75-ért megcsináljuk. És 9 meg 12. Ami ugye elég csúnya. És... aztán egy vasér vagy fémér. Lehet, hogy egy répáér megy. Ennek látjuk. Ahogy van rengeteg emberkénk még. Hogy jó nekem, rengeteg. Azért az túlzás, van emberkénk. Bár lehet, hogy ültetni kellett volna, az azért fontosabb, úgy érzem. De mondjuk mindegy, belefér, csak talán picit hasznosabb lett volna egy ültetés. Ó, jön még egy esemény itt a orvosi cuccra. Az jól fog jönni. És azt hiszem ezzel fogjuk zárni mára. No, hát a mészárlásról kimásztunk, és egyelőre jól állunk. A morál meg az orvoslás azt hiszem megvan. Hideg megvan, a meleg az szoszó, de tudunk majd tüzeket építeni, és a természet is lassan megvan. Úgyhogy akkor alapvetően a problémáinkat megoldottuk, többé-kevésbé végjáték szintig. Úgyhogy azt hiszem, innen már csak végig kell futnunk. Már ennyi, innen folytatjuk.